korrupciómentes övezetté tesszük a 11. kerületet, Újbudát is. A Mi Hazánk mozgalom polgármesterei által vezetett települések ugyanis korrupciómentes övezeteknek számítanak, nem korrupciós botrányoktól hangos települések, hanem a munkazajától, hiszen mindenhol építkezünk, most is éppen Ásotthalomról jöttem, ahol építjük az új főutcát. Mi dolgozunk, és a munkánkkal szeretnénk azt bizonyítani, hogyha a Mi Hazánk mozgalom polgármestereire, képviselő jelöltjeire szavaznak a választópolgárok, akkor korrupciómentes övezetté tesszük valamennyi települést Magyarországon. Itt van a kezemben a Szent Imre városfejlesztési program, amely a jövőjét jelenti Szent Imre városnak, a 11. kerületnek, Újbudának. És hogy ez a jövő mikor következik be, az kizárólag önökön múlik. Mi azt ígérjük, hogy 5 év alatt 50 évnyi lemaradást tudunk behozni, és ez az 50 évnyi lemaradás, ez pillanatnyilag azt jelenti, hogy a 11. kerület Kaliningrádnak a szintjén van most, és onnan kell egy európai fejlett várossá, városrészé tenni. Nagyon fontos az, hogy változás történjen. Ennek jegyében a Mi Hazánk mozgalom egyedüli pártként követeli a mentelmi jog teljes eltörlését. A mentelmi jog eltörlése mellett mi dupla büntetést adnánk a politikus bűnözőknek. Ez azt jelenti, hogy a büntető törvénykönyvben a politikus bűnözést minősített esetté kell tenni. Ugyanígy szeretnénk, hogyha a közérdekű információk esetében, akár szerződések esetében a titkosításokat megszüntetnék, tehát ne lehessen titkosítani semmilyen olyan információt, vagy akár szerződést, amely igenis az emberekre, a közre, a népre tartozik. Azt is szeretnénk, hogyha általánosan vagyonosodási vizsgálat alá vetnénk valamennyi politikust, ideértve a polgármestereket, önkormányzati képviselőket, természetesen a parlamenti képviselőket, de a legalább 51%-ban, tehát többségi tulajdonban, önkormányzati tulajdonban lévő cégek vezetőire is vonatkozzon a vagyonosodási vizsgálat. Ha belegondolunk, hogy a korrupció milyen szintet ért el, önök tudják, hogy ebben a városban a parkolás veszteséges. Na most gondolják el, hogy bedobálják a pénzt az automatába, jön egy ember és összegyűjti a pénzt. És ennek ellenére az a mérhetetlen mennyiségű pénz valahol elvész, magánzsebekbe vándorol, és ezt nem lehet megállítani sem szocialista, sem fideszes városvezetéssel. Tehát az a kérdés, hogy most lépünk-e, most szabadulunk meg a korrupciótól, vagy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, 50 év múlva. Szerencsére találtunk egy kiváló polgármester jelöltet, aki itt áll mellettem, Kubinyi Tamásról van szó, aki média kutató csoport irányítója, televíziós műsorvezető, nagyon régi ismerősöm, régió barátom. Az ő személye biztosíték számunkra, hogy a 11. kerületben is polgármesteré választása esetén kitehetjük majd a korrupciómentes övezett táblát.